Gyerekek, szülők és családgondozók énekeltek együtt a színpadon kedden a kaszinóban a Család és Gyermekjóléti Központ karácsonyi ünnepségén. A közel 300 kisgyermek nagyon várta, hogy elérkezzen az ajándékosztás ideje. A családsegítő munkatársai közel egy hónapon keresztül készültek, hogy a családoknak örömteli ünnepe lehessen. A kaszinó nagy termében a színpad előtt játékok csábították a kicsiket a válogatásra. Az asztalokon több száz gyönyörűen becsomagolt ajándék várt kis gazdájára, meglepetéseket rejtve. Hát megközelítőleges számot se tudok mondani, tele van a kaszinó nagyterme, 190 családot hívtunk meg, tehát nagyon sokan eljöttek szülők gyerekekkel együtt. A terem végében tartós élelmiszer csomagok sorakoztak, hogy gondtalanabbá varázsolják a családoknak az ünnepi időszakot. A családsegítő munkatársai több mint egy hónapon keresztül reggeltől estig gyűjtöttek, csomagoltak, készültek, hogy feledhetetlenné tegyék a családok karácsonyát. Hát mi egész évben gyűjtjük az adományokat, úgyhogy ami ilyen karácsonyra illő ajándék, azokat az év során folyamatosan félretesszük, illetve élelmiszerboltokban gyűjtöttünk tartós élelmiszeradományt a lakosságtól 7 napon át, amiből az élelmiszercsomagokat összeállítottuk, ezen kívül a cipős doboz, ami az idén nagyon nagy számban érkezett. Egyrészt kaptunk az Agora tér Manó műhelyéből rengeteg sok cipős dobozt, gyűjtöttük mi is, illetve a Helios üzletház gyógyászati segédeszközboltjába is rengetegen vittek be dobozokat, és ez így mind összeadódott, ez a sok-sok ajándék, úgyhogy ez most itt a fa alatt van, és várja a gyerekeket. A rendezvényt Schwarz Béla Ajka város polgármestere nyitotta meg, aki felhívta a családok figyelmét, hogy a tehetséges gyerekek megsegítésére hamarosan új támogatási formát vezet be a város. Eközben a gyerekek már izgatottan várták, hogy színpadra lépjenek, és előadhassák a mesét a szeretetről, a megbocsájtás öröméről. A gyerekek, anyukák és családgondozók közösen előadott dalaival folytatódott a műsor, amire már több hete készültek együtt. Hát ez úgy történt, hogy már tavaly is szerepeltek a gyerekek, és már tavaly leadták a jelentkezéseket, hogy az idén kik szeretnének ebben a műsorban részt venni, és nem csak gyerekek, hanem szülők is, mint ahogy láthattuk, anyukák is részt vettek. Úgyhogy már egy jó hónapja elkezdtük délutánonként egy héten kétszer a készülődést. Itt a kaszinóban is kétszer volt főpróba, úgyhogy egy elég népes sereget sikerült összeszedni a szereplőkből, úgyhogy... Büszke vagyok rá, hogy ilyen sokan jelentkeztek, és nagyon lelkesen készültek, és részt vettek. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy voltak köztük olyanok, akik erre az alkalomra elmentek a boltba ünnepi ruhát venni, ami szerintem egy mindent elmond. Ezt követően az Extázis zenekar szórakoztatta a családokat. A családsegítő igazgatója elmondta a gyerekeknek, hogy a zenekar vezetőjét, Németh Karcsikát régóta még az általános iskolából ismeri, és jól emlékszik rá, hogy énekből bizony nem voltak jó jegyei. Mára mégis egy jól ismert zenész vált belőle. Akarat és kitartás terén példát tudnak venni róla, hiszen szorgalommal akár elérhetjük az álmainkat is. A családsegítő munkatársainak mindig jó érzés, ha a családoknak örömet szerezhetnek, és láthatják a gyerekek boldogságtól sugárzó arcát. Hát hatalmas boldogság, mert én azt gondolom, és talán nem túlzás ezt mondani, hogy a gyerekek többsége ennyi ajándékot és ilyen bőséget csak itt lát ezen az ünnepségen, ilyen szép feldíszített fát, és alatta gyönyörűen becsomagolt dobozokat, amit el is tele van érdekes meglepetéssel. Tehát ezt csak köszönni tudom mindenkinek, aki összeállított ilyen csomagot az idén, és bárhová is leadta, és ez hozzánk került, illetve rajtunk keresztül eljut a családokhoz, a gyerekekhez.